Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Kiszeli Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Európáról lesz szó, meg arról, hogy milyen a tájkép jelenleg, ugyanis azt mondják, hogy változik a helyzet, változik a narratíva Ukrajnával kapcsolatban, és valóban, hogyha kinyitjuk a napi híreket, akár a lengyel kommunikációt megnézve, de akár sok esetben a nyugati sajtónak a hangulatát, meg narratíváját megnézve, tényleg úgy tűnik, mintha más lenne a hangsúly, és más lenne a narratíva. Ön szerint ez egy puszta véletlen, vagy mi történik most a nemzetközi térben? Hát minden év őszére azért a folyamatok eljutnak egy olyan pontra, amikor már nagyjából lehet látni, hogy milyen irányban mennek tovább ezek a folyamatok. Tehát ha megnézzük mondjuk, ami a legfontosabb most a háborút, akkor azt látjuk, hogy a nagy ukrán tavaszi ellentámadás elakadt. Nem csak a várható esős időszak miatt, hanem a harci tevékenység miatt. Ha megnézzük a gazdasági folyamatokat, akkor a nyugat meghatározó országaiban a szankciós infláció miatt olyan magasak a jegybanki alapkamatok, hogy a hitelfinanszírozta politika és a hitelfinanszírozta gazdaság élénkítés elérte a határait. Ha megnézzük a nyugati társadalmakat, európai társadalmakat, azt látjuk, hogy a COVID után ez az újabb háborús konfliktus már ugye az emberek tűrés határát teszteli, és nem csak arról van szó, hogy ennek gazdasági következményei vannak, hanem politikai következményei is, és hát ez az instabilitást jelent. És hát ha másik folyamatokat nézzük, például az energiaellátást, hogy Nyugat-Európa nagy részében a zöld fordulat miatt, ugye, hogy közeledik a 2030-35-ös határidő, tehát egyre inkább arról beszélnek, hogy a fosszilis energiát ki kell vezetni, akkor azt látjuk, hogy az emberek elkezdenek aggódni, hogy mivel fognak fűteni. Ugye Németországban már csak hőszivattyút lenne szabad az új építésű házak, vagy felújított lakásokba építeni, vagy hát azt is látjuk, hogy ha 35-től nem akarják engedélyezni az új benzines és dízeles autókat, akkor lesz elég elektromos autó. Tehát ezek a kérdőjelek, ahogy közelednek ezek a dátumok, egyre erősebbek. Tehát igazából ez kicsit a Titanichoz szoktam hasonlítani, hogy ott is azzal vigasztalták az utasokat, hogyha egy vagy két kamra sérül meg, akkor a hajó a víz fölött marad, hát ha ezt tovább visszük, ha 3-4 vagy több kamra sérül meg, el fog süllyedni. Hát most ott tartunk, hogy ennek a nyugati világnak, vagy az európai mainstreamnek nem egy vagy két kamrája sérült meg ennek a szimbolikus hajónak, hanem 3-4 vagy 5. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen a süllyedés? Hát ez azt jelenti, a Titanic 2 óra alatt süllyedt el, a testvérhajója a Britannic, azaz mondjuk 20 perc alatt, tehát nem tudjuk, hogy melyik lesz a forgatókönyv. Igazából azt látjuk, hogy tehát az, szerintem az a pont, hogy elérkeztünk az őszre, szerintem az analízisben, a helyzet megítélésben nincsen nagy eltérés. Tehát azt mindenki látja, hogy baj van. Ugye nyilván a cselekvés az az elitek kezében van, a választott politikusokéban, nyilván Európában ez az Európai Parlament, vagy áttételesen nyilván az állam és kormányfőknek a tanácsa. Hát ugye a bizonytalanság pont abból jön, hogy fontos országokban lesz választás, ugye jövőre például az USA-ban, tehát addig is lesznek azért még érdekes és fontos választások, mondjuk Lengyelországban október 15-én, vagy két német tartományban most október 8-án, tehát van egyfajta politikai bizonytalanság is. Igazából a válasz a kérdésére az, hogyha az elitek tudnak fordítani, korrigálják a téves politikájukat, akkor van esély, hogy ez a hajó ez nem süllyed el, hanem hogy elevickél még, ha a szimbolikánál maradunk. Itt az a kérdés, hogy az elitek tudnak-e, vagy akarnak-e változtatni eddigi politikájukon. Én azt látom sajnos, hogy nem. Viszont szükséges-e, hogy változtassanak, hiszen egyre inkább úgy tűnik, mintha gazdaságilag ugye nem lennének egyszerű helyzetben. Nagy kérdés például ugye, hogy Amerikában úgy döntött a képviselőház, hogy akkor most felfüggeszt, vagy hogy nem szavaznak meg további forrásokat Ukrajnának, hogy ez csak egy republikánus ilyen kampánykísérlet, vagy esetleg ehhez hozzátartozik az is, hogy gazdaságilag nincs jó helyzetben az ország.
Hát ugye Amerikában a jegybanki alapkamat 5% fölött van, ami nagyon megdrágítja az államháztartásnak a finanszírozását. Ugye Amerika már elvesztette a AAA minősítését, és hát 110% fölött van a GDP-hez képest az államadósság. Ez is nehezíti vagy drágítja az újabb hitelfelvételt. Tehát ez az egyik, hogy már nem lehet úgy folytatni. Persze azért van itt egy ilyen biztosítás, hiszen hogyha Amerikában vagy nem akarják, vagy nem tudják finanszírozni az ukrajnai háborút, akkor azért az Európai Unió azért akar most 70 milliárd euró hitelt felvenni, ugye Ursula von der Leyen ezt javasolja, ez még a hitelfelvétel előtti állapot, hogyha az USA-ban változás következik be, akkor az Európai Unió vállalja át Ukrajna működésének a finanszírozását, ez lenne egy 50 milliárdos hitel, illetve a háború költségeit, ez egy 20 milliárd eurós tétel lenne. Tehát itt van egy ilyen szerepmegosztás, hogy Európa azért felkészül arra, ha Amerikában változás lesz, és hát ez azt jelenti, hogy az európai adófizetőkre hárulna ez a teher. Magyarországra nagyjából 200 millió euró, csak az egyik csomag. Ugye azt is látjuk, hogy csak ha az elmúlt napokat megnézzük, ugye tegnap az Európai Uniós külügyminiszterek néhány kivétellel, többek között Szijjártó Péter kivételével Kijevben találkoztak, ott többek között feloldották az OTP bank elleni szankciókat, aztán ma a Financial Times írta meg, hogy november végéig feloldhatja az Európai Bizottság a Magyarországnak járó 13 milliárd eurónyi kohéziós támogatást. Ebből arra is következtethetünk, hogy nagyon szeretnék ezeket az Európai Uniós pénzeket odaadni Ukrajnának, és nagyon kell ehhez többek között a magyar kormány támogatása is. Hát ugye azért itt emlékeztetnünk kell a hallgatókat, hogy mindent elkövetnek a többségi szavazásért, tehát láttuk a német koalíciós szerződést, láttuk 21 decemberéből, láttuk azokat a politikusi nyilatkozatokat Európai Parlamentből, vagy az Európai Bizottságból, amelyek többségi szavazást akartak, hogy ne kelljen úgymond vesződni a kisebb vagy közepes országokkal, tehát azért ezt jegyezzük meg, hogy az egyhangúság pontosan oda vezet, hogy a kisebb és közepes országok érdekét is figyelem, és itt nem csak az ukrajnai háborúról van szó, hanem itt bármilyen más olyan sorsdöntő kérdésről, a migrációtól kezdve a hitelfelvételig, ahol pontosan a nemzeti álláspont melletti kiállás hozhat eredményt. Tehát ezért ezt szerintem fontos hangsúlyozni. Nyilván ugye az amerikai elnök választás, ahogy közeledik, látjuk, hogy akármit csinálnak a globalisták Donald Trump ellen, ugye most börtönbe akarják zárni, és hát egy nagyon rafinált trükköt használtak, ugye a három szövetségi vád után most talán Georgiában egy olyan vádat emeltek ellen, és 16 másik emberrel szemben a választás menetébe való beavatkozásnak a vádját, hogy azt remélik, hogy ha 16 vádlottás közül egy vagy kettő vádalkut köt, akkor már rá tudják húzni Trumpra a vizes lepedőt, de hát látjuk, hogy az összes ilyen mesterkedés ellenére Trumpnak a népszerűsége töretlen, hiszen nem a személye a fontos, hanem az alternatíva, az a politikai alternatíva, amit a mainstream-mel szemben képvisel. Tehát ezért is akarnak a migránsoknak szavazati jogot adni, nem ugye tehát állampolgárság szavazati jogot, pontosan azért, hogy az elégedetlen amerikaiak tömegét annak a 7 millió migránsnak a szavazatával ellensúlyozzák, akik a Biden évek alatt az elmúlt nagyjából 3 év alatt érkezett az USA-ba. Tehát ezt Európában is látjuk, hogy például a német szocdemek belügyminisztere is, Nancy Faeser is azt javasolta, hogy a migránsok is szavazhassanak, mert különben ugye a bevándorlás ellenes ők erősödnek meg a német választásokon. Hát ilyen szempontból szükség van Magyarország szavazatára, az egyhangú szavazásnál, és nyilván eredményeket hoz ez a magyar politika, bár itt azt kell látni, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországra. Tehát nem arról van szó, hogy itt kegyet gyakorolnának, és egyébként az a tény, hogy ezt a szavazásokhoz közeledve szellőztetik meg, ezek nem véletlenek, hogy megjelennek ezek a hírek. Ez mutatja, hogy a pénz visszatartása politikai zsarolás volt, tehát egyértelműen kiderül, hogy azért tartották vissza a pénzt, mert hogy ezzel zsarolni, nyomás alá helyezni akarták Magyarországot, és hát az is látszódik egyébként, hogy ahogy Szlovákiában is ugye azért a békepárti tábor erősödött meg, úgy esélyes, hogy Lengyelországban is a szuverenista vagy a patrióta tábor tudja megnyerni a választást, és nyilván belátták, hogy ha marad a mostani lengyel kormány, akkor nyilván a Lengyel-Magyar Védés Dacszövetség, ami a hetes cikkeinél például töretlen, vagy a gabona dömping ellen töretlen, hogy ezt nem fogják tudni megtörni, és ezért inkább próbálnak gesztusokat tenni.
Ez egyúttal egyébként azt is jelenti, ha akár csak megnézzük a szlovák választási eredményeket, akár a lengyel kampány narratívát, hogy az átlag embereknek megváltozott az álláspontja Ukrajna támogatásával kapcsolatban? Kérdezem ezt azért, mert Szlovákia ugye elég erőteljesen támogatta Ukrajnát, és Fico többek között azzal kampányolt, hogy azért ezt át kell gondolni. Lengyelországban mióta ugye a Gabona vita volt, azért a PiS, mintha újra azt a fajta narratívát vette volna elő, ami számunkra, magyarokra talán az egészséges narratívának tűnik. Igen, tehát azért itt tegyünk különbséget. Tehát a globalisták, ezek a washingtoni körök, ugye nyilván Soros Györgyöt is ide sorolhatjuk, tehát ugye itt egy nagy átalakulás zajlik a háttérben, ugye összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések. És itt nagyon fontos emlékeztetni arra, ugye, hogy most igazából ez a háború arról szól, hogy az USA megőrizze a világvezető hatalmi szerepét, és Európát alárendeljék az USA-nak. És ennek keretében hoztak olyan szivárvány koalíciós kormányokat tető alá, amelyek támogatják ezt a politikát az ott élő emberek akaratával szemben. Ezért kellett ugye Marine Le Pent megakadályozni abban, hogy francia elnök lehessen, vagy az olaszoknál is az adósságcsapdával, az, vagy Matteo Salvini bíróság elécitálásával is megakadályozták, hogy egy karakán politikus kerüljön az ország élére, és a környezetünkben pedig a szivárványkoalíciók azok, amelyek a szlovákok, csehek többségének akaratával szemben támogatják a háborút. Ugye már például a Nézőpont Intézetnek a kutatása mutatta talán egy hónappal ezelőtt, hogy Szlovákiában és Romániában a legelégedetlenebbek az emberek a kormányuk teljesítésével. Itt a gazdaságon túl nyilván a háborúpárti álláspont is az. Tehát vannak globalista szivárványkoalíciók, amelyek támogatják a háborút. Prágában, Pozsonyban, nyilván Szófiában is ezt elsütötték, hogy a bolgár kormány fölmondta az oroszokkal a gázszállítási szerződést, amerikai uránfűtő elemeket akar vásárolni orosz helyett, aztán például ugyanúgy kerülő úton vásárolnak orosz gázt, csak ugye be tudták jelenteni, hogy fölmondják az orosz gázvásárlást. A szivárvány koalíció Szlovákiában a szlovák emberek többségének akaratával szemben adta át a fegyvereket Ukrajnának, és támogatta az ukrajnai háborút, és most ugye igazából annyi történik, hogy olyan kormány alakul, ami a többségi álláspontot képviseli. Tehát ezt is fontos látni, hogy a kormányok teljesen más politikát. Prágában több százezres tüntetések vannak a háború ellen, csak hát a globalista kormányt megszavazták, ugye, és most az van a hivatalban, és lehet, hogy ugye megszavazták a globalista háborúpárti elnököt is Csehországban, ugye ott is működik ez a riogatás, hogy hát jön a jobb oldal és nyer, vagy ugye Spanyolországban a Vox nyer, akkor azzal riogatták az embereket, hogy Franco föltámad a Sírjából, ugye most Németországban riogatnak az AfD-vel, láttuk, hogy Szlovákia Ficóval riogatták az embereket, de igazából ez nem, az látszik, hogy Szlovákiában nem működik, Izraelben meg sikerült korrigálni. Ugye Izraelben is a szivárványkoalíció leváltotta Benjamin Netanyahu kormányát, azonban ugye ott is sikerült ezt korrigálni. Tehát a szivárványkoalíció az egy eszköz. Ha Magyarországon Márki-Zay Péter által vezetett szivárványkoalíció nyert volna, akkor nálunk is a magyar emberek többségének akaratával szemben feltehetően ugyanúgy átadtak volna fegyvereket, vagy ugye, ahogy Márki-Zay Péter mondta, ha kérik, akkor küldenek katonákat. Bár ő ezt azóta is másként értelmezi, és azt mondja, hogy a NATO keretein belül teszi, de az biztos, hogy nagyon sok fajta vélemény elhangzott akkoriban. Ugye ez a kérnek meg küldünk katonákat, ugye ez azóta is felmerül, hogy most akkor ez a háború egy proxy háború, és ezt lejátszák Ukrajnában, kizárólag az ukránok és az oroszok, vagy eljöhet az a pont, és még mindig van annak veszélye, hogy akár tényleg külföldi katonáknak is el kell menni harcolni. Hát ezt a pontot már túlléptük. Tehát a német Bundestag tudományos szolgálatának a véleménye szerint, amit tavaly márciusban adtak ki, ezt Németországban a békepárti erők mindig idézik, tehát a német parlament tudományos szolgálatának az állásfoglalása szerint a fegyverküldés az még nem számít hadviselésnek, de hogyha kiképzésben is részt vesznek, az így fogalmaznak a német jogászok, elhagyják a semlegesség jogilag biztosított terepét vagy talaját. És hát azt látjuk, hogy bizony már masszívan képeznek ki nyugaton ukrán katonákat, Németországban is, és hát most van egy változás,
ugye, hogy orosz források szerint már 2600 ukrán tisztet likvidáltak, ennyi halt meg, és ugye nincsenek, ugye elfogynak az ukrán, nem csak a katonák fogynak el, hanem a tisztek is elfogynak, és például ugye ez a napokban volt ez a hír, hogy az angolok kiképző tiszteket küldenek Ukrajnába. Értsd, eddig 10 000 ukránt képeztek ki Angliában, ha egy ukrán katona elszökik Angliában, nem tudják összeszedni. Viszont ha az angolok úgy küldenek 500 tisztet, 1000 tisztet küldenek Angliába kiképzésre, akkor ha Ukrajnából szökik el egy ukrán katona a laktanyából, azt vissza tudják vinni a laktanyába. Tehát egyszerűbb az angol vagy a nyugati kiképző tiszteket vinni Ukrajnába, hogy ők ott legyenek, mint hogy az ukránokat utaztatják át fél Európán, és az angolok attól félek csak az elsők lesznek, akik százas nagyságrendben küldenek, tehát angol egyenruhában tiszteket, vagy legénységet a hiányzó ukránok kiképzésére, és hát ugye azt halljuk a katonai szakértőktől, hogy az nem úgy van, hogy kapsz egy F-16-ost és már használod is, hanem ez úgy néz ki, hogy hát több száz órát kell repülni, meg a taktikákat el kell sajátítani. Tehát láttuk ezt, amikor szovjet vagy kínai pilóták repültek a migekben a vietnámi háborúban, tehát hogy feltehetően itt is azért már most is ilyen zsoldosok vagy önkéntesek már harcolnak nyugati katonaként Ukrajnában, és hát voltak olyan hírek, hogy akár 10 000-es nagyságrendben is halhattak meg lengyel önkéntesek már az ukrajnai háborúban. Ugye ez is mutatja, hogy kezdenek kifogyni a felek a hadrafogható emberekből, ugye főként az ukránok, ezért is kérik vissza, úgymond, vagy kérik a katonakorú fiatalok kiadását, ugye Lengyelország ebben inkább együttműködőnek mutatkozik, ugye ezt úgy kell elképzelni a hírek szerint, hogy az ukránok azt mondják, hogy XY kiátszotta a törvényeket, szerzett magának egy papírt, és így ment ki a külföldre, és ugye név szerint kérhetik, és egyes név szerint kell a lengyel hatóságoknak elbírálni, hogy az adott ukrán a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján mondjuk illegális módon vonta ki magát a sorkötelezettség alól, és hagyta el az országot, és hát ugye én egyesével lehetne, ugye ezért fontos, hogy Magyarország nem adta ki az amerikaiaknak a kettős állampolgárok névsorát, mert akkor így az nem kerülhet illetéktelen kezekbe, és nem tudnák mondjuk, hogyha az ukránok kezébe kerül a lista, a kárpátaljai magyarokat név szerint kikérni Magyarországtól. Hát ugye nyilván ez már a lengyeleken múlik, hogy most ha kapnak ilyen névre szóló kiadatási kérelmeket, azt a lengyel bíróság mondjuk évekig vizsgálja, vagy csak egy rövid idő alatt vizsgálja. Nyilván azok az országok, Ausztria, Magyarország, Csehország, amelyek azt mondták, hogy nem adnak ki ukrán állampolgárokat, azzal is számolhatnak, hogy akkor inkább ide jönnek az ukránok, és hát legyünk őszinték, hogy azok az ukrán katonaköteles férfiak, akik mondjuk Csehországban, Ausztriában vagy Magyarországon keresnek menedéket a kiadatás elől, addig, amíg nem térhetnek haza, amíg nem lesz béke a hazájukban, addig azért vendégmunkásként is gyarapítják ezeket az országokat, tehát elindult ez a versenyfutás az országokért, de igen, tehát azt lehet mondani, hogy sajnos egyre inkább azért a minimum a kiképzésre és a precíziós fegyverek kezelésére egyre több nyugati katona fog érkezni Ukrajnába önkéntesként. Hát emlékezzenek a hallgatók, ugyanez volt egyébként a spanyol polgárháborúban, amit mindig itt az Ultrahang műsorban is ugye mindig párhuzamba állítok az ukrajnai háborúval. Ott például a Kondor légió volt az, a német légió, amely ugye a Luftwaffe taktikáit tökéletesítette Spanyolországban 36-tól 39-ig. Hát a másik oldalon meg a nemzetközi brigádok, az Alka Mátéval köztük sorában volt az, amelyik meg a kommunisták oldalán harcoltak a spanyol polgárháborúban, tehát van erre is példa. Ugye most halljuk, hogy az oroszok Kubában toboroznak zsoldosokat, az ukránok pedig Venezuelában, bocsánat, Bolíviában, tehát ezekben az szegényebb dél-amerikai országokban, azt remélve, hogy onnan tudnak ezres nagyságrendben, több ezres nagyságrendben zsoldosokat toboroz, mert a saját embereik már tényleg fogyóban vannak, főként az ukránoknak. Ugye összességében az is nagy kérdés, hogy a fronton egyáltalán van-e értelme ennyi erőt elpazarolni úgy, hogy közben meg ilyen négyzetkilométereket haladnak előre. Tehát, hogy egy kicsit az az érzése van az embernek, mintha itt lejátszanának nekünk egy mozit. A tragédia az, hogy ebben a moziban emberek halnak meg, hogy ez a mozifilm elkészüljön, és valójában négyzetkilométerekről beszélgetünk hónapok óta, hogy biztos, hogy ez a jó irány, és Ukrajna továbbra is ugyanezt a stratégiát fogja követni, hogy ezt a harcot a fronton kell megvívni. Tehát nem lehet ezt mégiscsak a diplomácia területén, vagy valahol máshol lejátszani ezt a meccset?
Válaszuk ketté. Tehát ami egyébként a 21. században a tragikus, az az, hogy annyira fejlett lett a technológia, hogy valóban visszatérünk a katonák általi harchoz. Ugyanis, hogyha itt nézem a katonai szakértőket, és azt mondják, hogy ugye Ukrajna ugye egy sík ország, ilyen pusztaság, és igazából az oroszok ugye a magaslatokat próbálják elfoglalni, hogy messzebbre lássanak, de hát a drónokkal azért már viszonylag messze el lehet látni az ellenség vonalai mögé. Tehát, hogyha akár orosz vagy ukrán oldalról páncélosok közelednek a fronthoz, azt a drónok, felderítőgépek hamar észlelik, és a precíziós fegyverekkel ki tudják lőni ezeket az egyébként értékes katonai eszközöket. És ezért főként az ukránok, akik most még támadásban vannak, azt a taktikát választották, hogy kímélik ezeket az értékes nehéz fegyvereket, páncélosokat. Ugye a 14 Challenger tankból, amit a britek adtak, az oroszok minimum 2-t bizonyíthatóan kilőttek, a többi 12-t a britek kérésére állítólag visszavonták, és a most érkező 31 Abrams-t is óvatosan akarják az ukránok bevetni, mert hát az hogy néznek ki, hogy a sok nyugati fegyver után az Abrams is ott lángolna a Bradley téren. Tehát ilyen szempontból, hogy kíméljék, ez egyébként is kevés számban rendelkezésre álló és presztízzel terhelt nehéz fegyvereket, ezért a katonákat küldik előre. Tehát úgy közelítették meg és törték át a szúrós viking vonalat, hogy nem tankokkal közelítettek, hanem bizony ilyen kisebb csoportokban küldtek előre ukrán gyalogosokat, katonákat, akik előre dolgozták magukat, és ugye a katonákra nem vesztegetnek precíziós lőszereket, hanem drónokkal próbálják őket levadászni, ugye vagy sikerül, vagy nem. Tehát azt látjuk, hogy pontosan azért kell egyre több katona, mert a hadviselés ebbe az irányba fordult. És hát most épp nézem, amit beszélgettünk, miért felveszük ezt a beszélgetést, épp néztem a német hadseregnek az egyik tábornokát, aki azt meséli, hogy bizony az ukránok most éjszaka kézzel próbálnak az aknamezőkön folyosókat nyitni, mert akkor azt talán az oroszok kevéssé látják, az éjjellátó készülékekben az oroszok gyengébbek, mint a nyugatiak által felszerelt ukránok, és hogy ilyen kézi munkával, kézzel próbálnak az ukrán utászok folyosókat nyitni az aknamezőkön, mert ha ezt géppel tennék, azonnal kilőnék azt a kevés számú nehéz fegyvert, ugyanúgy az oroszok, mint a tankjaikat, az ukrán tankokat, abból egyre több katonára van szükség. És az, hogy a háború ilyen lassan, mert nyilván van egy politikai része, itt a műsorban többen elmondták, én azokkal értek egyet, akik úgy látják a helyzetnek a magyarázatát, hogy Zelenszkij túlságosan is ragaszkodik Bakhmuthoz, hogy az amerikai tábornok, meg egy brit tábornok egy ilyen 3 hete az ukrán vezérkari főnöknek elmondta, hogy nem kell Bakhmutot ostromolni, Bakhmuttól térre az ukránok, délre az ukránok kicsit előre törtek, Bakhmuttól északra az oroszok visszaverték azt a támadó éket, azt a körbezárásnak az északi részét, és északon az oroszok arra szólnak, ugyanígy előre néhány száz métert, néhány, tehát ilyen pár métereket megtéve naponta, vagy ilyen csigatempóban. De az a lényeg, hogy az ukrán támadás elakadásának az egyik oka az is, hogy megosztották az erőket, és nem csak délen támadnak Zaporozsénél, Robotino falunál, Verbovénél, hanem Bakhmutot is erőlteti az ukrán politika, és hát ugye ez is látja a folyamatot. Emiatt is van az, hogy az ukránok, ha megosztják az erejüket, akkor délen nem tudtak úgy haladni, ahogy azt eredetileg tervezték. Csak ugye itt jön az a kérdés, hogy vajon lehet-e még jobb a helyzetük, hiszen ha elfogytak az embereik, a legjobb katonáik, hiszen ha mostantól kevesebb pénzt kapnak, hiszen ha látjuk, hogy a nyugati fegyverek sem úgy teljesítenek, akkor bízhatnak-e bármiben, még van-e bár, ugye azért mindig volt egyfajta csodavárás, különböző csodafegyvervárás, de van-e még reménye Ukrajnának? Hát ugye most jön a sár időszak, tehát nagyjából ilyen 2-3 hét múlva nyilván plusz-minusz bekövetkezik az a Rasputnica, amikor a hadműveletek mai tudásunk szerint ugye nem lehetségesek, talán a légi hadműveleteket is ez lelassítja, akár repülős, akár drónos hadműveletekről beszélünk, és hát ugye várni kell, amíg megfagy a tél. Ugye az ukránok, ugye 3 hadsereget veszítettek az ukránok. Most örölték fel az oroszok azt a harmadik, egymást követő harmadik hadsereget, amit a nyugat képzett ki és fegyverzett fel. Ugye most ezért fogdossák össze a férfiakat, meg ezért akarják nyugatról visszakérni a katonaköteles ukrán férfiakat, hogy jövő tavaszra ki tudják képezni a negyedik ukrán hadsereget, amivel vagy hát támadnak, vagy hogyha az oroszok támadnak, akkor az orosz támadást fel tudják tartóztatni. De az ukránok ebben bíznak,
hogy az oroszok leállnak, nyilván az oroszok sem állnak túl jól, tehát az ukrán komoly veszteségeket szenvednek, nyilván orosz oldalon is igaz, hogy a tisztek is fogynak, hogy a felszerelés is fogy, hát vagy jó minőségű fegyvereket kapnak Észak-Koreától, vagy nem, vagy működik, vagy nem, tehát azért az oroszok nyilván abban bíznak, hogy Dél-Koreától novemberre, mondjuk a tél elejére megérkezik nagy mennyiségben az utánpótlás, és hát az oroszoknak továbbra is az a dilemmája, hogy ugye nekik van tartalékuk, tehát nagyjából ilyen 100-150 ezer kiképzett orosz katonáról tudunk, akik tartalékban vannak. Ezek egy részét azért átirányították Zaporozséba, a másik részét Bakhmutba, de igazából az oroszoknak az a dilemmája, hogy azt a tartalékot, amit képeztek, ezt most támadásra használják-e. Itt a szakértők Bakhmuttól északra mondják Harkov felé az egyik támadási irányt, vagy a másik esetleg délen Nyikolajev és Odessa felé, tehát az oroszoknak számára nagy a kísértés, hogy most, hogy az ukránok kifulladtak, kifogytak, kiadakoztak, hogy most egy ellentámadást indítsanak, vagy hát a másik opció az oroszok számára továbbra is az, én azt gondolom, hogy inkább e felé mennek, legalábbis az eddigi döntéseik ebbe az irányba mutatnak, hogy inkább a felőrlő hadviselést folytatják, és a taktikaikat a front megerősítésére használják, mondjuk a déli frontra, ugye Verbovéhez vitték a légi deszantosokat, tehát az orosz hadsereg egyik elit alakulatát, a VDV-t, ezeket az ejtőernyős katonákat, ugye más ugyanígy délen harcolnak például a csendes óceáni flottának orosz tengerészgyalogosai, tehát azt látjuk, hogy azért az orosz elit alakulatok is ott vannak, az oroszok annyiban vannak talán előbbre, hogy a katonai szakértőket, ha nézzünk, vagy pláne akik mondjuk Oroszországgal is foglalkoznak, hogy azt a rendszert, amit nyugaton és az oroszok is alkalmaztak, hogy ezred szintre levitték a katonai egységeknek az erejét, hogy az oroszok elkezdték ezeket az ezredeket már tavaly hadosztályokká visszafejleszteni. Tehát egy ezred mondjuk 3000-5000 katona, egy hadosztály inkább, az orosz hadosztály az inkább ilyen 10000-11000 katona, tehát hogyha mondjuk a hadosztály ugye rendelkezik kiképzés, is, tehát magyarul, hogyha az elit alakulat egy része itt harcol a fronton, akkor a másik részét még kiképzik otthon. A németek is így csinálták, egyébként a Wehrmacht is így csinálta a második világháborúban, hogy minden hadosztálynak volt kiképző ezrede, kiképző zászlóaljai, és ezekből tudták folyamatosan az utánpótlást biztosítani, úgy, hogy a fronton harcedzett kiképző tiszteket vittek vissza. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok ezt a taktikát alkalmazzák, hát az ukrán meg abban bíznak, hogy a nyugati kiképző tisztek, a nyugati taktikák majd átsegítik őket ezen a nehézségen. Tehát most igazából az időjárás lesz az, amely az elkövetkező 3 hónapban, illetve fél évben a harci cselekmények tempóját diktálja, kevéssé a fegyverszállítás. Tehát az a 31 Abrams tank, meg az a nagyjából 50 F-16-os, az nem igazán fog fordítani a háborún, amennyire ezt ma megítélhetjük. De mire számít így, hogy egyáltalán lesz a háborúnak tovább, tehát a háború támogatásának további intenzitása? Most a tegnapi kijevi tanácskozásból az derült ki, hogy igen. De ez a gyakorlatban is meg fog valósulni? De hát ugye azt látjuk, hogy Európa igazából kifogyott az eszközökből, Amerika bőséges tartalékkal rendelkezik. Tehát Kaliforniában az ember rákeres az interneten, akár az ilyen műholdas térképeken, akkor nagyjából ilyen 2500 tank van ledepózva a kaliforniai sivatagban, és annyival jobb a helyzet, mint az oroszoknál, hogy ott ugye száraz, forró levegőn vannak ezek az eszközök, tehát nem rozsdásodnak annyira, tehát nem annyira esős az a vidék. És ugye vannak ilyen emberek, ugye talán akit jobban érdekel, vagy most jobban ráfordultunk a háborúra, tehát vannak olyan bloggerek, akik ilyen műholdas felvételek alapján az orosz depókat végignézik, és darabra megszámolják a tankokat, és az amerikai depókat is végignézik, és darabra megszámolják a tankokat. Ugye azt látjuk, hogy Oroszország több helyen depózott le tankokat még a hidegháborúból, és ők nagyból tényleg már a tartalékuk harmadát bevetették. Az amerikaiak is azért a nagyjából 3000 tankból, hát ilyen 300-at, más becslések szerint 400-at már kivontak a raktárból, tehát, de még mindig van, tehát van tartalék Amerikában bőven, ők ezt nem akarják odaadni több okból. Láttuk, hogy az Ukrajnának átengedett Abrams tankokból is kiszerelték az értékes fejlett technológiát, hogy nehogy az oroszok kezébe jusson. És itt ugye nem arról van szó, ez a Leopard tanknál is így van, amit az oroszok zsákmányoltak,
Hát ez nem arról van szó, hogy ne tudnák az oroszok, hogy a műszaki rajz az megvan Moszkvában is. Igazából ugye, ha egy működőképes példány zsákmányolnak, mint a legtöbb nyugati fegyverből ezt már megtették, akkor azt tudják megnézni, hogy a Leopard mondjuk éjszakai radarja az hány méterre vagy hány kilométerre lát. És akkor így már rögtön tudják kalibrálni, hogy mondjuk a Leopardnak az éjszakai radarja az mondjuk 3 kilométerre lát, akkor az oroszoknak olyan eszköz kell, ami 4 kilométerről kilövi a Leopardot. Tehát ilyeneket, vagy hogy a páncélzat hol gyengébb, hol erősebb, hogy a fegyverkamra hol van, vagy hogy a fegyverkamra mondjuk hol sebezhető. Tehát igazából ezért értékes, ha egy működő példány zsákmányolnak. Ezért nem akarják az angolok, meg az amerikaiak, az ukránok a fegyverüket bevessék. Hát ez is például lassítja a fegyverek átadását. Vagy beszéltünk a kiképzésről. Tehát, hogyha valaki nem repül mondjuk 150-200 órát évente egy F-16-ossal, vagy nem ismeri a taktikákat, akkor az lesz, mint most Ukrajnában, hogy ott van a modern gép, a nyugati fegyver, de ha a taktikákat nem tudják használni, akkor hiába van egy Leopard tankjuk, meg mellette egy nyest lövészpáncélos, hogyha nem ismerik azokat a taktikákat, amikkel ezek eredményesek, plusz ugye nem állnak olyan számban rendelkezésre ezek a fegyverek, tehát Ukrajna csak fele annyit kapott, mint amennyit kért. Ugye ez a hibáztatásnak most az oka, hogy az ukránok azt mondják, hogy a nyugatiak nem adtak annyit, amennyit az ukránok kértek, a nyugatiak meg azt mondják, hogy nem jól használták az ukránok ezeket az eszközöket. Tehát és ennek kinek van igaza? Mind a kettőnek. Mint mondtam, az ukránok dupla annyit kértek, fele annyit kaptak, a másik pedig, ugye ez egy komoly vita, hogy az ukránokat, ha az ember nézi, akkor mondják, hogy hát nem az angoloknak kéne az ukránokat kiképezni, hanem az ukránoknak az angolokat. Mert hogy amit tanulnak például, ugye nem tudom, ugye a német médiában egy ukrán páncélos tiszt panaszkodott, hogy amikor Németországban a Leopard tankra kiképezték, akkor egy aknamezőt szimuláltak a németek, egy 200x300 méteres aknamezőt, és akkor mondta az ukrán tiszt, hogy hát ez nagyon jó, ja, kérdez, hogy mit csinálnak, hogy kerüljék ki, hogy ez nagyon jó, csak náluk az aknamező az mondjuk 20 széles és 3 kilométer mély, azt meg nem tudja kikerülni, mert mondjuk 2 hegy között van. És ugye erre nem tudnak a nyugatiak mit mondani, illetve a drónhadviselésre sem, amit ugye az ukránok most már kifejlesztettek, és viszonylag jók az ukránok benne, de például a nyugatiak ezzel még most nem tudnak nagyon mit kezdeni. Tehát igazából ez is az oka annak, hogy elassultak a hadműveletek, ugye arról már beszéltünk, hogy olyan szintre emelkedett a technika, mondjuk, hogy már jó messziről kiszúrják az ellenséges terület felől közeledő tankot, és akkor az ukránok HIMARS-szal, az oroszok pedig mondjuk repülővel, vagy az aligátor helikoptereikkel ki tudják szedni az érkező tankot, ezért inkább nem is küldenek már ilyen tankokat a csatába, mert hamar könnyen elveszhetik őket, és hát nagyon nehéz ezeket pótolni. Ha az ember ma rendel egy Leopard tankot, 3 évet kell várni rá, ugye ígérik a gyártás felfuttatását, de hát németek havonta 1 vagy 2 Leopard tankot tudnak gyártani, és hát most, hogy akik átadták a tankjukat az ukránoknak, most ott állnak a norvégok, a hollandok, a csehek, a többiek a sorban, hogy akkor ők is szeretnék a korábbi megrendeléseiket. Ugye Magyarország most kapja csak a legmodernebb 2017-ben, 18-ban rendelt Leopard 2A7-est, tehát 17-ben vagy 18-ban megrendeltük, és most szállítják le. Akkor aki most rendel, annak is ugyanúgy mondjuk 2-3 évet legalább kell várnia, hogy sorra kerüljön, tehát ilyen szállításokkal, ha elveszítenek tankokat, vagy átadnak, akkor nagyon nehéz ezeket pótolni. Ugye a lengyelek és a románok döntöttek úgy, hogy amerikai tankokat vesznek. Románia most 54 Abrams tankot vett a nyáron. Ezeket a sivatagból hozzák ki, és ugye felfrissítik őket, és akkor ezeket viszonylag gyorsan tudják az amerikaiak szállítani, de Ukrajnában nem akarnak, vagy eddig legalábbis még nem akartak túl sokat szállítani. Én számomra továbbra is az a kérdés, hogy ugye miközben egyesek azt mondják, hogy lehet, hogy már elfogyott Ukrajna támogatás, vagy a politika másként gondolja, hogy hogyan lehet eladni a választópolgároknak azt, hogy eddig rengeteg pénzt adtunk Ukrajnának, mindenféle támogatást megkapott, és hogy Ukrajna meg nyilván azt is kommunikálja, hogy azért küzdünk, stb. És hogy egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor most már nem adunk támogatást. És akkor egyrészt felmerül a kérdés, hogy akkor az eddiginek mi értelme volt, meg ha Ukrajnában közben átalakult a társadalom, nagyon sokan sajnálatos módon meghaltak, elmenekültek, stb. Akkor egyszer valaki felfogja azt a kérdést, hogy volt-e ennek az egésznek bármi értelme?
Hát felteszik a kérdést, csak nem most. Ugye hát látjuk, hogy Ukrajnában, aki ezt a kérdést felteszi, az rögtön ugye rossz körülmények között találhatja magát. Igazán nem. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ez a háború, ez nem Ukrajnáról szól. Ez a háború, én mindig elmondom, hogy minden évszázadban van egy nagy háború, ami meghatározza az erőviszonyokat, és könnyen lehet, hogy ez most a 21. század nagy háborúja. Ugye az amerikaiak azért is fogják támogatni Ukrajnát minimum pénzzel, maximum ilyen levetett fegyverekkel, vagy ráveszik a többieket, mondjuk az európaiakat, hogy támogassák a fegyveréket, pláne ahol szivárványkoalíció van, azért ugyanis, hogy Európát alárendeljék az USA-nak. Tehát ez a konfliktusnak csak az első része, úgymond a prelűdje, hogy Oroszországot meggyengíteni, úgy látszik, hogy ez nem sikerült. Egyébként pont az orosz-szaudi olajszövetség eredményeként, hogy az OPEC plusz keretében együttműködnek, ugye a szaudiaknál ilyen 90 dollárra van az olajár hordonként a költségvetésbe beállítva, az oroszok hírek szerint ilyen 20 dollár körül önköltséggel tudják előállítani, most nagyjából 70 dollárnál van az olajára, ez messze a 60 dolláros G7 limit fölött van, sapka fölött van, tehát magyarul ez is egy ilyen szempont, hogy Oroszországot nem tudták térdre kényszeríteni. Most az a kérdés, hogy a globalista elitek belevágjanak-e Kína térdre kényszerítésére. Ugye Kína a következő cél, ellenfél, és azt látjuk, hogy nagyjából 3 év van még addig hátra, míg a globalisták Kínával szemben a konfrontációt el nem indítják. Itt nem háborúra kell gondolni elsősorban, hanem egy gazdasági háború, egy szankciós háborúra, hogy a nyugatiak már nagyon készülnek erre, a kínai elektromos autók kitervezett kitiltása Európából ennek az egyik ilyen előszere, de a Huawei kitiltása is ide tartozik, illetve a Konfuciusz központok bezárása Nyugat-Európában, tehát készül a Nyugat a következő nagy konfliktusra, és hát az ukrajnai háború igazából azért is még ketyeghet, tehát alacsony intenzitással is ketyeghet tovább, mert ugye, hogyha Oroszországot úgymond lekötik Ukrajnában, és erre mindig lesz a globalistáknak pénze, vagy fegyvere, vagy annyi pénze, amivel önkénteseket, zsoldosokat tudnak toborozni, akár a világ további távolabbi részeiből is, hogy Oroszország ne tudjon mondjuk Kína segítségére sietni, hogyha mondjuk majd a kínai konfliktusok vagy szankciók is majd 2-3 év múlva elindulnak. Tehát, de akkor azt kellett jelenteni, hogy a nyugati támogatás elsősorban nem Ukrajna iránt érzett feltétel nélküli szeretetről szól, hanem egy befektetés annak érdekében, hogy Oroszország Ukrajnára koncentráljon, és nem mondjuk Kína segítségére siessen. Pontosan. Tehát ugye nyilván ez a nyugati fegyvereknek is egy tesztet jelent, tehát ami a spanyol polgárháborút használták a hatalmak. Tehát pontosan ugye arról szól, nyilván pozíciófogásról is szól, ugye azzal, hogy Ukrajnában háború van, a Selyem útnak az a szakasz, ami a legtermékenyebb volt, ugye, hogy Kínából Kazahsztánon keresztül Oroszországon át, ugye Ukrajna felé, Belarusz felé vasúton szállítottak a kínaiak, na ez most nincsen, nyilván ugye, hogyha a Szuezi csatornán keresztbe fordul egy hajó, akkor ott se tudnak szállítani, tehát igazából ez már a nagy konfliktusnak, az amerikai-kínai konfliktusnak egy kicsi előszele, mondjuk mondhatjuk, hogy az első világháború előtt is voltak balkáni háborúk, ugye Boszniában, máshol, tehát hogy én úgy látom, ez nyilván az én véleményem, hogy azért is támogatják a nyugati elitek Ukrajnát, pontosan, nem csak azért, hogy Oroszországot lefog, ők azt remélték, ugye, hogy Oroszország ebbe beleroskad, összeomlik, tönkre megy, hogy Oroszországban egy 1917-hez hasonló belső összeomlás, és akkor ugye, ha Oroszország összeomlik, akkor Kína egyedül marad. Az, hogy Oroszország nem omlott össze, sőt, ugye erősebb lett, ugye a hadserege erősebb, a gazdasága szankcióállóvá kezd válni, a fegyvergyártása felpörög, akkor ugye most ez nem jött be ez a terv, hát akkor most nézik, hogy még vagy tudnak-e all-int játszani, hogy még több fegyvert küldenek Ukrajnába, hogy akkor Oroszország akkor beleremeg, ez lesz a következő év, hogy tudnak-e annyi ukrán ember, férfit összefogni, összefogdosni az utcán, vagy tudnak-e annyi fegyvert gyártani, vagy átadni, és nyilván azt remélik, hogyha többet küldenek, akkor Oroszország bele rogyik, összeomlik, és akkor Kína egyedül marad. Ha Oroszország nem omlik össze, akkor új tervet kell csinálni, akkor Kínával szemben is esetleg kitolódik a gazdasági szankciós háború, és akkor már nem 2-3 év múlva, hanem 4-5 év múlva indítják el. Tehát nagyon érdekes időszakban vagyunk, mint mondtam, minden évszázadban van egy ilyen nagy háború.
Hát Magyarország 500 éve volt pont egy ilyen nagy háborúnak az alanya, a Mohácsi csata volt az, ami ugye a török terjeszkedésnél egy fontos állomásra volt, és hát 500 éve Magyarország volt abban a szerepben, hogy az egyik játékos volt, de mondhatnánk a többi háborút is, talán időhiányból ettől most eltekinthetünk. Na akkor viszont végezetül egy utolsó kérdés, hogyha ez a háború arról is szól, hogy megnézzük, hogy kinek milyen a fegyvere, kinek milyen a harci képessége, kinek milyen a túlélő képessége, akkor hogy látja, ki hogyan vizsgázott ebben a történetben? Hát egy patthelyzetet látok őszintén szólva. Nyilván azért el kell mondanunk, hogy itt emberek tízezrei, vagy most már százezrei haltak meg. Európában újra konvencionális háború dúl, ami egyik sem jó, tehát a több százezer halott ukrán, a több tízezer halott orosz, nyilván, tehát óriási veszteség, az elpusztított vagyon, tehát a kettévágott gazdaság, hát ez a szankciómechanizmus, a felrobbantott északi áramlatvezeték, tehát ez óriási emberi költség, az a legfontosabb, anyagi költség is nagy, bár ugye azt idővel lehet pótolni. Tehát azt láthatjuk, hogy mind a két fél egyébként most még abban a helyzetben van, hogy úgy gondolja, hogy még nyerhet. Tehát a nyugat, mint mondtam, azt gondolja, hogyha több fegyvert küld, vagy több pénz, akkor az ukránok talán még az oroszokat berogyasztják, nem saját maguk, hanem mondjuk, hogyha az orosz hadsereg jobban kivérezne, a Putyin ezt próbálja elkerülni, ugye ő is a perifériáról küld katonákat a frontra, vagy zsoldosokat, tehát nem a moszkvai és a szentpétervári elit gyerekei harcolnak a fronton, akik majd a jövő márciusi elnökválasztáson esetleg rosszul vennék, ha az egy szem gyerekük meghal, hanem Putyin is még úgy gondolja, hogy játékban van, ő alanyi jogon van játékban, kicsi külső segítséggel, tehát a kínai és a észak-koreai segítség az még marginális, tehát nem az a nagy segítség, mint amit az angol szászok nyújtottak a szovjeteknek a második világháborúban, aminél a Szovjetunió összeomlott volna, és különbékét köt Hitlerrel. Tehát ilyen szempontból most még szerintem ott tartunk, mint az első világháborúban, 915-16 környékén. A franciák már elfogytak 15-16 környékén, és akkor kellett belépnie az angoloknak, a Somme csatánál 16 tavaszán. Tehát ilyen szempontból még azt gondolom, hogy egy patthelyzetet látunk a globális szempontból, és hát nyilván itt jön az, amivel kezdtük ezt a szakaszát a beszélgetésünknek, hogy melyik félnek van nagyobb, hosszabb lélegzete, és hát itt a nyugat nyilván Amerikára számít, Oroszország meg Kínára. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Kiszeli Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.